Egyre több emberben merül fel az igény, hogy saját szőlőből készítsen bort, de mennyi az a minimális földterület, ami elegendő ahhoz, hogy már saját borunk legyen? Tulajdonképpen, ami kis kertje van valakinek, attól függ, hogy mekkora területe helyezkedik el, az elég ahhoz, hogy saját bort állítsanak elő, tehát egy 100-200 négyzetméteres területen már lehet saját bort előállítani. Ez hány szőlőtőkét lehet nagyjából? Tehát pontosan ezt határozza meg, tehát attól függ, hogy milyen sor és térállásban használjuk. Ugye Magyarországon nagyon-nagyon hosszú idők ilyen keresztül a kistermelők azok általában 1 méterszer 1 méteres sortávú és tőtávú szőlőtőkéket ültettek. Ez jó a hagyományos művelésű szőlőnek, de most már azért egy kicsit magasabbra tettük, úgynevezett kordonművelést folytatunk, tehát ott inkább ez a 2 méterszer 1 méteres sortávolság az az ideális. Tehát ha úgy azt számoljuk, hogy egy kiló, vagy egy szőlőtőkén általában másfél-két kiló szőlőterem, és ha saját bort akarunk készíteni, és saját családunk ellátására akarjuk készíteni, akkor ha azt mondjuk, hogy 50 tőkén 100 kiló szőlőtermet, az 50 kiló szőlőnek a termése, hogy ez a 100 kilóból lesz durván 60 liter borunk. Tehát 60 liter bor, akkor az körülbelül úgy nagyjából attól függ, hogy hány fős a család. Ugye Magyarország most jelen pillanatban 20 liter az egy főre jutó fogyasztás, hogy ebben bennünk a csecsemők is mindenki benne van. Tehát az a 60 liter, hogyha ha két fő, két felnőttek számolva az egy évre, az akkor durván a kicsivel többet iszik meg, mint az egy főre jutó fogyasztás. Tehát azt lehet mondani, hogy 50 tők, ez egy ideális mennyiség 100 kiló szőlőnek. És ilyenkor egy szőlőfajtát érdemes ültetni, vagy itt már azért lehet variálni? Hát egy árnél az 50 tőkénél még nem érdemes nagyon sokat, lehet kettőt, a kettő az azért nem, egy fehéret, egy vöröset, és akkor 25-25, vagy hát 30-30 liter, egyik másikból igazániból többet nem érdemes. Illetve van egy másik, ami megint csak a kis gazdaságban, régebbi időszakban mindennapos volt, az, hogy majdnem minden tőke más, és akkor egy ilyen úgynevezett vegyes bort készítünk, ennek is van lehetősége, csak akkor itt az érési időszakokat kell figyelembe venni, hogy ne egész szüretbe folyamatosan szüreteljünk, mert ugye vannak korai érési fajták, középérési, meg késő érési fajták, és mindent külön kell feldolgozni. Azért én azt mondom, hogy ha valaki ebben az 50 tőkében gondolkozik, akkor két fajta szőlőt érdemes. Ugye jön még a másik része, hogyha a családnak is csemege is kell, tehát még egy pár csemege szőlőt is érdemes ültetni, abból is lehet bort készíteni. Köszönöm szépen! Hát, hogyha sikerül megoldanunk a matematikai egyenletet, akkor hajrá, ültessünk otthon szőlőt és készítsünk házilag bort!